reggeli füstjelek. Tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Egy nemrég velem megtörtént esetet szeretnék elmondani nektek, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Körülbelül másfél évvel ezelőtt elkezdett fájni a fülem környéke, és nem hagyott nyugton a gondolat, hogy valami baj lehet ott. Időnként nem elviselhetetlenül megjelent, és tompán jelezte, hogy valami nincs rendben. Még nem eljutottam oda, hogy jó lenne utána nézni a dolognak. Így kerültem be az egészségügyi rendszerbe, elmentem fülorgégészhez, és a fülorgégész azt mondta nekem, hogy nem a fülemmel van gond, hanem az állkapcsommal. Így kerültem egy olyan speciális fogászati rendelőbe, ahol kifejezetten az állkapcsokkal foglalkoznak, és ott megállapították, hogy súlyos állkapocs ízületi gyulladásom van, és egyéb más eltorzulás az állkapcsomban. És így jutottam el szinte utolsó állomásig egy olyan kezelésre, ami 10 alkalomból álló kezelés volt, ahol a speciális hozzáértő ember, aki ezzel foglalkozik, egy gyógymasszőr, aki erre specializálódott, nagyon nagy odaadással, kedvességgel és szaktudással segített nekem. És amikor elkezdett velem foglalkozni, az egyik mozzanata a felépülésemnek az volt, hogy be kellett, hogy nyúljon a számba, és olyan mozdulatokat tett végig az arcizmomon, amit elképzelni nem tudtam volna, hogy ott is gond lehet. De gond volt. És végül pedig hátranyúlt a számba, és olyan pontokat fogott meg, és lazított ki, ami iszonyú fájdalommal járt. Hogy mindezt miért mondom el, és osztom meg veletek, önökkel, az a következő, hogy elindultam valahonnan, amiről azt gondoltam, hogy rossz és baj, és azért fáj, és eljutottam egy olyan pontig, amin nem éreztem, hogy gond van, nem éreztem, hogy fájna, nem éreztem, hogy be lenne kötve, nem éreztem, hogy gyulladt lenne, és mégis ott volt a kiinduló gond és baj. És mindezt azért gondoltam át magamnak elsősorban, mert hányszor vagyunk így, hogy máshogy diagnosztizáljuk magunkat, nem foglalkozunk olyan súlypontos kérdésekkel a lelki világunkba, amivel kellene foglalkozni, de talán nem is jutunk el gondolatban odáig. Nincs is rá érzékünk, nincs rálátásunk, hogy hol kellene elkezdeni a lelki gyógyulásunkat, a belső világunknak a tisztogatását, a letisztázását, a jóvágányra terelését. És ezért jutott eszembe mindezek közben, hogy ezt elszenvedtem, hogy van az Istennek egy olyan igéje a Bibliában, ami azt mondja, hogy az ő beszéde, a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének a 12. versében van, hogy Istennek beszéde élő és ható. Az ő beszéde az, amelyik el tudja bennünk végezni, és a legeslegutolsó, legfontosabb, vagy leggyökeri mozzanatra tud rámutatni, hogy hol van bennünk a baj, honnan kéne a tisztogatást kezdeni. Azt mondja, hogy élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Szóval az Isten beszéde az, amelyik egyedül ezt el tudja végezni. Ember magától diagnosztizálhat, érezhet valamit, gondolhat valamit rossznak, de hogy az honnan indul ki, hol van a valódi gócpontja, hol van az a stádium, ahol ki kell masszírozni a rossz dolgokat, ahova oda kell nyúlni, ami elindítja a többi folyamatot is, a gyógyulás folyamatát, és aztán majd elérkezik ahhoz a ponthoz, amit mi fájdalomként szoktunk érzékelni. Ezt egyedül az Isten beszéde tudja elvégezni. Az Isten az, aki ismer minket. Ő tud elhatolni, mint egy kés, mint egy szike az ember belsejébe, és oda jutni, ahol a valódi problémák lakoznak, amit ki kell vágni, be kell gyógyítani, meg kell mutatni az embernek. Elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, különbségtételig, felfedezésig, feltárásig az Isten beszéde az. És azt tudja egyedül megítélni a gondolatokat, a szívek indulatát, azt tud egyedül helyes diagnózist adni a bennünk zajló folyamatokról, összpontosítani arra, hogy mi a jó és mi a rossz, és gyógyítani bennünket ott azon a ponton. Van még egy ószövetségi ige is, ami számomra ezzel egyenértékű sokszor, ez pedig Példabeszédek 20. fejezet 27. versében van, hogy segítségünkre van az Isten abban is, hogy tőle való az a szövétnek, amely az ember lelkének mondja, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Hogy Isten odáig tud juttatni bennünket, hogy az ő szava és a mi elfogadásunk által már a mi belső világunk is segítségére lehet annak a folyamatnak, ami a valódi betegségig eljut. Ezt szerettem volna veletek, vagy önökkel megosztani, hogy engedjük meg az életünkben azokat a fájdalmas behatolásokat, amelyek a valódi segítséget nyújtják, mert utána minden részlet gyógyul, minden izom megkönnyebbül, és minden felszabadul az igazi jóra. Szerintem ennél nagyobb öröm, meg szabadság kevés létezik az életben. Én azt kívánom nektek is, hogy engedjük át esni magunkat ezeken a folyamatokon, hogy újból tanuljunk, hogy újból épüljünk, és hogy fejlődni tudjunk. Minden jót kívánok ebbe minden hallgatónak.